Williams Televízió. Sikeres évet zárt a Vecsési Sport Egyesület 2015-ben. A részleteket Seres Attila, az egyesület elnöke mondja el. Megnőtt a taglétszámunk, a november végi jelenléti évek alapján 638 tagja van a Vecsési Sport Egyesületnek. Ez egy nagyon szép szám. Ráadásul ennek a létszámnak több mint a kétharmada fiatalkorú gyermek, úgyhogy ennek kimondottan örülünk. A becsésesének amúgy az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy a szakosztályokat összefogjuk és próbáljuk egy nagy családdá összekovácsolni őket. Ez miatt több rendezvényen is részt vettünk, ilyen volt évelején a Böllér Fesztivál, és szeptemberben a Káposztafest. Szerencsére mind a kettőnek nagyon jó volt a vízhangja, úgyhogy ezt folytatni fogjuk az idei évben is. Melyik szakosztály volt a legsikeresebb tavaly? A legsikeresebb, ha az eredményeket nézzük, akkor mindenképp a fogathajtás, hiszen ifjabb Dobrovisz József a kettes fogathajtó magyar csapattagjaként világbajnoki aranyérmet szerzett, és egyéniben is a negyedik helyen zárt. Tehát ez egy óriási eredmény, erre az egész világon odafigyeltek, mert az elég fiatal még a fiatalabbik Dobrovisz József egy ilyen eredményhez, úgyhogy ez mindenképp előrevetíti azt, hogy nagyon szép, sikeres verseny időszak vár majd rá. De a legtöbb szakosztályban születtek nagyon szép eredmények. Ugye a legnagyobb létszámmal működő szakosztályunk az a kézilabda. A kézilabdának kb. 280 tagja van. Itt a férfiak az NB1B-be vitézkednek folyamatosan. Ők most annyi eredményünk van, föl is kell írnom, egy kicsit puskáznom kell belőle. Ugye a férfiak az NB1B-ben a hatodik helyen zárták az őszi szezont, innen várják a folytatást. Ráadásul pont a Tata van előttünk, aki ellen az első hazai mérkőzésünket fogjuk játszani majd február 13-án. Most akkor azt mondom, hogy hazai meccs, ez sajnos egyenlő meg az ülői sportcsarnokot jelöli. De ugyanígy vitézkedtek a juniorok is a fiúknál, és itt egész U10-ig lefele folyamatosan versenyeztetjük a gyerekeket. A lányok a MB2-ben a 9. helyen zártak. Itt szeretnénk mindenképp jobb eredményt elérni, ezért is van folyamatban egy edzőváltás. Ugye Csenki Csillát váltja Tomori Győző a lányok élén. Reméljük, hogy ez a kis frissítés az jót fog tenni, felrázza a lányokat, és előrébb fognak végezni majd a tavaszi szezon végére. Folytassuk a többi szakosztállyal, asztali tenisz, darts. Asztali tenisz szakosztályunknál a férfi csapat jár folyamatosan versenyre, ők NB3-ban tudnak küzdeni. Itt viszonylag kisebb a játékterünk, utánpótlás csapatot jelenleg nem nagyon tudunk felállítani, mert sajnos az asztali tenisz szakosztálynak nagyon kevés az edzés lehetősége a Petőfi iskolában, úgyhogy itt egyenlőre erre a felnőtt férfi csapatra támaszkodunk, remélhetőleg, hogy ők az NB3-ban tartósan ott tudnak maradni. Bennük bízunk, illetve abban, hogyha előbb-utóbb tudnak bővülni, tehát több edzési időhöz tudnak jutni, akkor el tudnak indítani majd utánpótlás csapatot is. Darcosoknál, darcban négy csapatunk versenyez folyamatosan. Az egyes számú csapat az országos első osztályba versenyez, a kettes számú csapat az országos másodosztályba. És itt a nőket azért még kiemelném, a női dárcosaink folyamatosan nemzetközi versenyen vettek részt 2015-ben, és elég sok helyről elég komoly sikereket is értek el. Hogy tovább menjünk a többi szakosztályokon, a karatésaink összesen 4 arany, 6 ezüst és 5 bronzérmet hoztak el a különböző országos versenyekről a 2015-ös évben. Postagalamnál a legeredményesebb versenyzőnk Pintér Ferenc, aki a Magyar Kupát nyerte meg. A Magyar Kupa győztes volt 2015-ben. Ökölvívásban egy Európa-bajnoki bronzérmünk van ifjúsági női kategóriában. 6 magyar bajnoki címet szereztek az ökölvívók, úgyhogy ők elég sikeres évet zártak, és most már 4. éve a top 10-ben benne vannak, ugye most a 10. helyen végeztek 93 egyesület között. Úgyhogy ők hozzák tulajdonképpen azt a szintet, amit már évek óta, hál' Istennek, nekik nincsenek edzés gondjaik, mert az önkormányzat által biztosított saját terembe tudnak készülni. Ez egy óriási előny mindenképp. És van két új szakosztályunk is, az egyik a ritmikus gimnasztika, akik most először teljes évet tudtak
végigversenyezni a vecsés és a színeiben. Ők egy fiatal, de nagyon dinamikus kis csapat, több mint 60 lelkes kislánya tagja a szakosztálynak. Két komoly nemzetközi versenyt is rendeztek 2015-ös évben, és több magyar bajnoki címet is begyűjtöttek. Illetve egy érdekesebb sportág, vagy ritkább sportág, úgy mondom, ez a terepíjászat. Ők egy ilyen 10-15 fővel rendelkező egyesület, akik most csatlakoztak hozzánk. Itt igazából egy fő az, aki versenyekre járkál, Nagy Ferenc, ő a szakosztályvezető. Ő világbajnokságon indult, ilyen terepíjász világbajnokságon, ahol 18. helyet szerezte meg, ami azért szép eredmény, mert abban a kategóriában 430 induló volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az eredmények és a létszám alapján sikeres évnek mondhatom mindenképp a 2015-ös esztendő. A